Köszöntöm nézőinket, önök Kaposmenti magazinunkat látják, Gulyás Anita vagyok, és már mutatom is képekben mai adásunk tartalmát röviden. Különleges adventi ajándékkal lepte meg tagjait és támogatóit a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat. Rengetegen voltak kíváncsiak a Mikulás érkezésére a Dombóvári Művelődési Házban. Bemutató edzés Dombóváron a Junior Funkcionális Fitness VB előtt. 15 millió forintból újult meg az evangélikus templom külseje Dombóváron. Különleges adventi ajándékkal lepte meg tagjait és támogatóit a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat. Gála műsort szerveztek ugyanis, ahol közel egy órás, kétnyelvű műsorral szórakoztatták a hozzájuk érkező pécsi diákok a nagy érdeműt. Közel egy órás műsorral készültek a pécsi Miroslav Kleza gimnázium diákjai, ők már évek óta visszajáró vendégek a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat karácsonyváró ünnepén. Egy kétnyelvű műsorral készültünk, nagyjából egy óra hossza lesz a műsor, horvát és magyar nyelvű betlehemes játékokkal, szavalatokkal, illetve hát a ránk nagyon jellemző énekkarunk és zenekarunk is részt fog venni a műsorban a karácsonyi és egyéb dallamokkal is. A gyerekek hosszú-hosszú heteken keresztül készülnek minden évben a karácsonyt megelőző dombóvári fellépésre. De szerencsére azt mondhatjuk, hogy ez a karácsony egyébként is egy ilyen mozgalmasabb időszak, mert nem ez az egyedüli hely, ahol felszoktunk lépni, több megkeresésünk is van, illetve hát nyilvánvalóan, hogy az iskolában is tartunk karácsonyi, illetve ma például a Mikulás napi ünnepségünk volt, úgyhogy általában ezek a felkészülések úgy zajlanak, hogy már jóval korábban, nagyjából egy hónappal korábban elkezdünk rá készülni, és folyamatában vannak a próbák, szinte mondhatni, hogy napi szinten nem az egész komplett műsor, hanem részeiben, elemeiben, és akkor van mindig egy olyan hét, amikor a főpróbák zajlanak, amikor együtt összepróbáljuk a különböző részeket, amiből a műsor összeáll, és ezzel akkor többször felszoktunk lépni több helyen. A pécsi horvát gimnáziumban a gyerekek nem csak egyszerűen emelt órszámban tanulják a horvát nyelvet, hanem több tantárgyat is így elsajátítanak. Mi nemzetiségi kétanyelvű iskola vagyunk, ami azt jelenti, hogy a horvát nyelven kívül több tantárgyat is horvát nyelven tanulunk magas órszámban, de vannak olyan települések, ahol csak nyelvoktató iskolákként működnek, tehát a horvát nyelvet úgy tanulják, mint mondjuk egy másik idegen nyelvet, heti 5 óra számban, illetve még hozzájön a horvát nemzetiségi népismeret heti egy órában. Nyilván itt kevesebb lehetőség van arra, hogy jól elsajátítsák a nyelvet, hiszen kevesebb az a tartalom, amire idő jut a 8 év alatt, azonban nálunk sokkal gazdagabb a kínálat etéren is, és természetesen a tanórákon kívül nálunk még az is hatalmas előny, hogy nagyon sok délutáni elfoglaltságok van a gyerekeknek, ahol szintén legyen az például a hagyományokat ápoló énekkarunk, az instrumentális zenének a tanulása a zenekar keretén belül, illetve különböző színjátszó kis csoportok vannak. Tehát sok olyan elfoglaltság is, ahol szintén a horvát nyelvet és a kultúrát ismerik meg, illetve gyakorolják. A pécsi horvát gimnáziummal több mint évtizedes kapcsolata van a dombóvári horvát önkormányzatnak. Gyakorlatilag, amikor a Dombóvári Horvát Önkormányzat megalakult, onnantól kezdve ez aktívan együtt él és működik. Mi is részt veszünk az ő rendezvényeikön, ők pedig hagyományosan a kiemelt rendezvényeinkön mindig itt vannak. Ugye az egyik legfontosabb talán az mindig a Városnapjához kapcsolódik, április 1-e vagy a körül, amikor is emlékműsort tartunk és megemlékezés koszorúzást Frányi Rossis Blázs Dombóvár szülöttjének a emlékművénél a Valsis udvarban. Ők adják a műsort, itt vannak, és segítenek ezeket a
megemlékezéseket tartalmasabbá tenni. A másik ilyen esemény, ami itt van, az pedig mindig ez hagyományosan az adventi karácsonyi koncert vagy műsor, amit ugye ők adnak magyar és horvát nyelven. A Dombóvári Tolna megye egyetlen horvát nemzetiségi önkormányzata. A testület elnöke azt mondja, ezért is különösen fontos számukra, hogy minden lehetséges eszközt megragadjanak ahhoz, hogy ápolják az anyaország kultúráját. Ugyanazt az elismerést kapjuk el a Magyarországi Horvátok Országos Szövetségétől, illetve az Országos Horvát Önkormányzattól is. Hát próbálunk úgy tevékenykedni, hogy értelme legyen, olyan programokat szervezni, amelyek tartalmasak, összefogják azt a kis csapatot, amivel rendelkezünk, illetve azt a szimpatizáns kört, akik már hagyományosan részt vennek a rendezvényeinken, illetve tartjuk azokat az emlékeket, próbáljuk frissen tartani, élőnek tartani azokat a múltbeli horvát gyökereket, amelyekkel Dombóvár rendelkezik. A hagyományos gála esten évek óta rendszeresen részt vesz Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője is. Ő mostani köszöntőjében arról beszélt, öröm látni, hogy a pécsi diákok és a dombovári horvát közösség mindent elkövet annak érdekében, hogy a hagyományaikat életben tartsák. Én azt gondolom, hogy akik évről évre visszajövünk, és látjuk ezeket a gyerekeket, és látjuk azt, hogy milyen örömmel, mosolyogva énekelnek, illetve lépnek fel, még akkor is, hogyha esetleg nem vagyunk sokan, akkor örülünk annak, hogy egyáltalán itt lehetünk ezen az estén. Számomra nagyon szép az, ahogy a magyarországi horvátok az őseiknek a kultúráját, nyelvét megőrzik és továbbadják. A mostani adventi gálán közel 50 diák állt színpadra a műsor során. Rengetegen voltak kíváncsiak a Mikulás érkezésére a Dombóvári Művelődési Házban. A nagyszakálú megsúgta stábunknak, a városban idén minden gyermek példásan viselkedett. Nagy volt a sürgésforgás a Dombóvári Tinódi Ház aulájában december 6-án. Rengeteg szülő, nagyszülő, na és persze egy gyermek gyűlt össze. Nem véletlenül mindannyian a Mikulás érkezését várták. A nagyszakálló pedig nem is váratta sokáig a családokat, még a szervezők is meglepődtek azon, hogy milyen sokan voltak kíváncsiak a télapó érkezésére. A gyerekeket hívtuk ide, és a szülőket természetesen ezen a Mikulás napon, amikor érkezett a Mikulás, illetve hát több Mikulást is láttunk a nap folyamán, hiszen a kerekítő foglalkozás volt délután, nem is egy, hanem három, hiszen van egy állandó közössége a kerekítőnek, ez a Föld István Könyvtár szervezésében megy már 15-16. Éve, Deli Orsival és Fenyvesi Gáborral, és ma annyiban változott a helyzet, hogy az állandó közönségen kívül meghirdettük, és hát olyan sokan jöttek, hogy alig fértek be szerencsére a Majoros terembe. Folyamatosan zajlanak az adventi programok, minden hétvégén, péntek, szombat, vasárnap igyekszünk olyan programokkal készülni, amivel akár az időseknek, akár a fiatalabbaknak, illetve a legfiatalabbaknak is tudunk kedvezni. Érdemes nézni a híreket, tehát minden péntek, szombat, vasárnap gyerekek, szülők és a diákok is fellépnek. Kicsik nagyon élvezték a zenés táncos adventi műsort. Voltak, akik életükben most először vettek részt ilyen mulatságon. Nagyon tetszett. Mi egyébként először Csömörön voltunk, ott kicsit másabb a műsor. Ott volt kisvasút még a gyerekeknek, azt így nagyon élvezték, de ez is nagyon színvonalas volt. Szeretjük az Orsi nénit, nagyon már régóta, nagyon ügyesek. A családok ilyenkor már szívvel, lélekkel készülnek a karácsonyra, az otthoni programokat is az ünnepvárás hangulata lengi körül. Most, hogy ugye vannak gyerekek, így próbálunk minél többször mézes kalácsot sütni, mert a nagyobbik az nagyon élvezi, de így van egy hatalmas doboz formánk, és akkor abból szokott készíteni, de általában abból, hogy ő megeszi, meg a nagyobbik is. Együtt földíszítjük a fát, mert nagyon szeretik a fényeket, és hát igyekszünk kitenni pár dolgot, ami ilyen karácsonyi, de az jó magasra, mert ők még szétszedik, de a fényeket nagyon szeretik, úgyhogy így egy-két ilyen lámpa az ablakba, meg el szoktunk menni sétálni,
és így örülünk, hogyha idén is látunk egy-két olyan házat, ahol van valami kivilágítva, mert azt így nagyon élvezik, és annak úgy megvan a feelingje. Úgyhogy így nagyjából így. Sütünk majd most mézes kalácsot, ők már novemberben feldíszítették az ő saját kis fájukat, mert nekik van külön, úgyhogy időben készülünk. Külön öröm volt látni, hogy a mostani Mikulásváron sok nagyszülő is elkísérte az unokáit. 85 éves vagyok, 5 dédunokám van, és hogyha beteg vagyok, mert van elég sok betegségem, de ha meglátok egy dédunokát, újra 16 éves vagyok. Akkor mentem férhez, 16 évesen. És ezért van 5 dédunokám, és nagyon boldog vagyok. Amíg pedig a házban a nagyszakállú kápráztatta el a családokat, addig a téren a Bolhazsák zenekar adott Mikulás koncertet, amin szintén rengetegen vettek részt. Váron tehát a képek alapján úgy tűnik, hogy idén minden gyermek nagyon jól viselkedett. Szponzori segítséget kért Halmosi Zsolt és Tóth Dominik a junior funkcionális fitness világbajnokságon való részvételéhez. A város önkormányzatán kívül számos vállalkozó támogatta a sportolókat abban, hogy kijussanak a Mexikóban megrendezésre kerülő VB-re. A fiúk 4 hónapnyi kemény edzés után indultak útnak, de előtte egy bemutató edzéssel köszönték meg a támogatást. Bemutató edzés keretében köszönte meg a bizalmat Halmosi Zsolt és Tóth Dominik, akik a szponzor és családi támogatásnak köszönhetően vehetnek részt a Mexikóban megrendezésre kerülő junior funkcionális fitness világbajnokságon. Fiúknak az országos bajnokságon kellett részt venni ahhoz, hogy Mexikóba kijussanak a VB-re, és Zsolti nálunk, ő nyerte meg az OB-t, Dominik lett a harmadik, és ezzel kvalifikáltak ők a junior világbajnokságra, ugye U17 és 18-es korosztályban. Nem ismerjük a mezőnyt, viszont én nagyon bizakodó vagyok, mert én úgy gondolom, ez az elmúlt 4 hónap felkészülése ez nagyon jól sikerült. Úgyhogy én minden jobb eredményben reménykedem mindkét fiútól. Szeptemberben leültünk átbeszélni, hogy fog kinézni az elkövetkezendő 4 hónap. Igazából ugye megvolt mindkét fiúnak, hogy mik azok, amik az erősségei, mik azok a gyengeségei, és igazából ezekre próbáltuk a hangsúlyt fektetni az elmúlt 4 hónapban. Nagyon sokat dolgoztuk az állóképességükön. Az erejük, az alap erejük azok elég jó volt a srácoknak, viszont az állóképesség és a saját testsúlyos gyakorlatokat azok voltak nagyobb hangsúlyban ugye az edzésekben. A súlyemelésen kívül. Mert ugye 4 teszt feladat lesz a VB-n, lesz egy állóképességi teszt, az 150 méter úszásból és 2400 méter futásból fog állni, akkor lesz egy max erő teszt, az egy súlyemelő gyakorlatból egy felvétel lökés lesz, és akkor utána egyből kell csinálni 5 darab elemelést. Ez az erőteszt, akkor lesz egy saját testsúlyos teszt, ott egy, ez az airbike, tehát ez egy bringa lesz, amit majd látni fogtok, majd itt a srácok be fogják mutatni. Az fog kiegészülni egy húzózkodással, egy boxra felugrással és egy falra felsétálással. Ez lesz a saját testsúlyos teszt. És akkor lesz, úgymond ezeknek egy ilyen mixe, az lesz a negyedik tesztük. Igazából ott lesz benne egy ugrókötél, kötélmászás, zsákkal, vára felvétel, akkor guggolásból kinyomás, és igazából tehát ezeknek a kombinációja. Ez fogja megadni a 4 tesztet. A szponzori segítség nélkülözhetetlen volt ahhoz, hogy a fiúk képviselhessék Magyarország színeit a világbajnokságon. Ez egy önköltséges történet volt, és szponzorokat kerestünk meg, hogy támogassák a srácokat, és igazából tehát elég sokan tudták megtámogatni őket, úgyhogy ezt nagyon szépen köszönjük a fiúk nevében, meg így az E2 Sport Egyesület nevében is, hogy ez összejött. Igazából ez egy nagyon nagy dolog lesz szerintem ugye a srácoknak, meg az egyesületnek is, meg nekem is, mint edzőnek. A sport sok kitartást, mentális erőt, küzdeni akarást követel meg a versenyzőktől, akik mindent megtettek annak érdekében, hogy Mexikóban a legjobb formájukat hozzák. Reménykedem, hogy minél jobban fog sikerülni, de
annyira nagy elvárások nincsenek, de azért szeretnék teljesíteni. Én nem olyan régen kezdtem ezt az egész sportot, egy évet csinálom igazából. Karatéről váltottam, én azt 13 évet csináltam. Ugyanígy versenysportoltam, mint most. És igazából 3 hónapra rá, miután elkezdtem, utána már elmentem egy versenyre. És hát azóta igazából nagyon szeretem az egészet, igazából ugye az élet minden terén jól jön ez a sport. Megtanultam úszni, amit előtte egyébként nem tudtam. Zsolt már második éve versenyez a funkcionális fitness világában, számos szép eredménnyel büszkélkedhet már. Ezt a sportot ezt én általános iskola 6.-7. osztályába kezdtem, csak akkor még nem versenyszerűen, csak azért, hogy sportoljak valamit. 2-szer voltam magyar bajnok, tavaly és az idei szezonban. Meg több versenyen szerepeltem, de így ez a kettő nagyobb volt. 14 hetet készültünk, a heti 5 edzés az még néha volt, a eleinte volt, még hogy reggel is volt, illetve hétvégén, meg az úszások még amik kiegészítették. Most így a vége felé így egy picit kevesebb edzésünk volt, viszont ezek intenzívebbek voltak. A mezőnyt nem nagyon ismerjük, így hát következtetni annyira nem tudunk. Szeretnék minden jobb eredményt elérni, és kihozni magamból mindent. A fiúk a bemutató edzés alkalmával betekintést engedtek az érdeklődők számára abba a kemény munkába, aminek köszönhetően részesei lehetnek a junior funkcionális fitness világbajnokságnak. Megújult a csaknem 100 esztendeje épült Dombovári Evangélikus Társegyház temploma, a Magyar Templom felújítási program támogatásával renoválták kívülről. Az ünnepi istentisztelet alkalmával Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Dolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője hangsúlyozta, a templomok felújításával egyúttal megerősítjük a keresztény közösségeinket és önmagunkat is. Várja a hívőket a Dombovári Evangélikus Egyház temploma. A felújításra Magyarország kormánya biztosított 15 millió forintot, mondta el Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője a hálaadó istentisztelet alkalmával. Az elmúlt időszakban Kárpát-medencében kb. 3000 templomot, egyházi közösségi teret tudtunk felújítani. Ezek közül 200 új templomot sikerült építeni, és az én körzetemben is megújultak a templomok, legyenek ezek akár katolikusok, reformátusok vagy evangélikus templomok. Nemrégiben egy hasonló evangélikus templom felújításának átadásán lehetünk közösen a püspök úrral, mégpedig Kismányokon, és most pedig Dombováron. A Dombovári Evangélikus templom felújítását adhatjuk át ünnepélyes keretek között. Ez nem csak a gyülekezetnek nagy öröm, hanem minden dombovári és itt élő embernek. Úgyhogy örülök ezeknek a sikereknek, remélem, hogy a következő időszakban is tudjuk folytatni ezeket a munkákat. A felújítás során megújult a templomtorony tetőszerkezete és homlokzata, továbbá újra festették az épület külső falait is. Kondor Péter, a déli evangélikus egyházkerület püspöke hangsúlyozta, hogy a nagyobb felújítási munkákat nem tudnák kormányzati segítség nélkül megvalósítani. Nagyon sokféle templom van az evangélikus egyháznak, értem ez alatt azt, hogy az egészen kicsi kápolnáktól, pici templomépületektől az egészen nagy templom, mint a Békés Csabai nagy templom épülete. Ezeknek a fenntartási költsége nem összehasonlítható, de természetesen az alaphelyzet mindig az, hogy a helyi gyülekezet, azok, akik a településen születtek, élnek, ott keresztelkedtek, ott nőttek fel, magukénak érzik ezt az épületet, az ő adakozásukból van a tulajdonképpen minden éves karbantartás, amikor egy kicsit alul esetleg meszelni kell, ha felvizesedik, ugye nagyon sok épület küzd Magyarországon ezzel a problémával, hogyha az ereszsel valami gond van, akkor ezeket megoldják helyi mesterek és helyi adakozás segítségével. De minél nagyobb egy épület, ugye a mai költségeket mindenki ismeri már, a kedves nézők is, tudják, hogy ezek szinte elérhetetlen árak már, amennyiben egy egészen nagy templom tatarozása kerül, ez olykor sajnos a milliárdos költséget is elérheti. Ezekre már sokkal nagyobb összefogásra van szükség. A Dombovári Evangélikus templom felújítása kapcsán is kormányzati forrásra volt szükség ahhoz, hogy a mostani állapotát elnyerhesse az épület. Úgy is mondhatnám, hogy nálunk mindig többszörös ünnep van, mert minden vasárnap ünnep, Krisztus feltámadásának az ünnepe minden vasárnap az egyházban.
Azon túl most advent harmadik vasárnapja van, egészen különleges a karácsonyi várakozás, itt mögöttem is jönnek-mennek a gyerekek közben, hiszen mindenkit elvarázsol már karácsonynak az öröme, és most egy külön hálaadás is van a szívünkben, amikor hálát adunk Istennek ezért az ajándékért, hogy sok imádság és sok munka után egy ilyen megújult szép épületben ünnepelhetünk. Helyi hívő közösség számára igazi öröm, hogy a templom teljesen megújult külsővel köszönti az Isten tiszteletre érkezőket. A templomunk tornya, sísak volt nagyon rossz állapotban már, illetve a templomunkra kívülről is ráfért egy festési munkálat, javítási munkálat, és nagy örömünkre szolgál, hogy Magyarország kormányának a támogatásával, 15 millió forintos támogatásával mindez megvalósulhatott, megszépült a templomunk. Mindig van valamilyen dolog, ami eszünk beüt a templomról, a padfűtés megújítására is szükség van, illetve most egy nagy-nagy örömünk van, hogy itt Dombóváron szeptember 1-től az egyik általános iskola már evangélikus általános iskolaként működik, és emiatt most megnőtt a létszámunk az Isten tiszteleteken, és ezért a hangosításra, kivetítésre és hasonlókra szeretnénk majd nagyobb figyelmet fordítani, illetve ezek állnak még előttünk. Már elkezdtük a fejlesztéseket, mert ez egy örömteli dolog, és bízunk benne, hogy a szépen sorban mindenre majd sor kerül, ami szükséges. Az Isten tisztelet alkalmával Kondor Péter ige hirdetését hallgathatták meg a dombovári felújított evangélikus templomban összegyűltek, amelyet egy szeretett vendégség követett. Köszönöm figyelmüket, a viszontlátásra!